Azt hiszem elment az áram egy pillanatra. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy, hát a Goodreads Reading Challenge videóm lesz, hogy mi is ez. Minden évben ugye Goodreads-en be lehet jelölni, hogy hány könyv az adott évre a kitűzött célod, hány darabot szeretnél elolvasni abban az évben, és mindig, amikor elérem azt a mennyiséget, amit én kitűztem az adott évben, akkor szoktam csinálni egy videót, amiben összegzem, hogy melyik azt az X darab könyvet, és hogy melyiket melyik csillag kategóriába tettem, tehát hogy hány csillagot adtam rájuk. Ebben a videóban nem szoktam nagyon magyarázni a könyvekről, inkább csak mutatom, hogy hány csillag, és mi a könyvek, amik annyi csillagot kaptak eddig az évben. Idén egyébként 45 könyvet állítottam be, mert reménykedtem, egy kicsit hamarabb kapok majd munkát, de se baj, meg küzdködtem is az olvasással, néha nagyon nincs is kedvem, úgyhogy így ezt ilyen biztonságos mértéknek ítéltem meg, és most júliusban teljesítettem, és lett meg a 45 kötet. Úgyhogy akkor nézzük is! Egyébként nagyon jó szívűen szoktam mindig csillagozni, még mindig nagyon jó szívűen csillagozok, úgyhogy nagyon-nagyon sok a 4 csillagos könyveim vannak legtöbben, nagyon sok 5 csillagosan van, és csak pár 3 csillagos, tehát 1-2 csillagos egyáltalán még nem is volt idén, reméljük nem is lesz. Azt még tudni kell, hogy ha fél csillagot kap valami, azt lefele kerekítem, tehát a 3-as csillagos kupacban van 3,5 csillagos könyv, sőt szerintem az összes 3,5 csillagos egyébként benne, mert ugye Goodreads-en csak egész csillagok vannak. A 4 csillagos kategóriának legalább a fele 4,5 csillagot kapott, és az 5 csillagos kategóriában nyilván csak az 5 csillagosak vannak benne. Tehát a 4,5 csillagosokat nem szoktam felfele kerekíteni általában. Nagyon ritkán teszek kivételt. Mert hogy ugye Goodreads-en az 5 csillag volt a szuper jó volt, a 4 csillag a nagyon jó volt, és a 3 csillag a tetszett. Valahogy így vannak a kategóriák, szóval a 4 meg az 5 csillag között nagyon kicsi a határvonal, és nálam is nagyon kicsi a határvonal a 4 és az 5 között, úgyhogy igen. Azt hiszem elment az áram egy pillanatra. Csapjunk is bele, mert nem akarom irtózatosan hosszúra húzni ezt a videót, mert elég lesz a könyvborítókat majd egyesével bevágnom vágásnál. Úgyhogy akkor kezdjük a 3 csillagos kategóriával. Ebben, mint mondtam, nincs igazából túlzottan sok könyv. 3 csillagot kapott Mohamed Mguta Mbugár, Szartos szegénynek nem tudom kimondani a nevét. Az emberek legtitkosabb emlékezete, ez egy könyvkempinges közös könyv volt. Aztán Viola Sandrától a Világfa 9 ága, Rainbow Rowell-től a Landline, ez volt a legrosszabb Rainbow Rowell könyv, amit olvastam. Vagy hát ezt éreztem a legrosszabbnak. És egy negyedik könyv van még a 3 csillagos kategóriában, ez pedig nem más, mint Alice Hoffmantól a 13. boszorkány. És ennyi összesen a 3 csillagos könyvem idén, úgyhogy mehetünk is tovább a 4 csillagosakra. Itt viszont jó sok van, úgyhogy megyek sorba, hogy ne maradjon ki semmi. Szóval az első könyv, aminek 4 csillagot adtam, az a Hajnal című könyv Octavia E. Butler-től, aztán a Zapumai varázsló legendája Dobó Dorottyától, az Ánya kísértete, képregényes szekció következik. 4 csillag volt a Cserkeszterek első része és második része, ezek nekem újraolvasások voltak a könyvkempingre. Később pedig folytattam a Cserkesztereket, és elolvastam a 11., a 12. és a 13. kötetet is belőle, amikre szintén 4-4 csillagot adtam. Aztán nagyon sok Wings of Fire kötet került ebbe a kategóriába, mivel a harmadik sorozatnak az összes részére 4 csillagot adtam, illetve még a második etapból adtam a negyedik résznek, a Wings of Fire Talons of Power címűnek, ami a 9. rész a sorozatban, szintén 4 csillag. Igen, és hát ezen kívül a teljes Lost Continent Prophecy sorozat is ide tartozik, kivéve az utolsó rész, mert azt már 45-ön felül olvastam, tehát a Lost Continent kapott még, a The Hive Queen, a The Poison Jungle és a Dangerous Gift kaptak még 4 csillagot a 45 könyvön belül. 4 csillagot kapott az Attachments Rainbow Rowell-től, ez se a kedvenc könyvem tőle. Igen, azután a Heidi is ezt a kategóriát kapta. A Heidi például egy 4,5 csillagos könyv, de már mutattam olyat, ami 4,5 csillagot kapott többet is. Csak ugye valahova kerekítenem kell, és nem voltak tökéletesen 5 csillagos könyvek, úgyhogy 4 csillagosak. De az is egy baromi jó értékelés, na mindegy, szóval
nem akarom túlmagyarázni. 4 csillagot kapott a The Dragon of Innis, ami ugye egy belga szerzős, sárkányos, ilyen kis érzékenyítő kötet. A Csak mi ketten novellás kötet, az Aranybirodalom azért kapott egyébként tőlem 4 csillagot, mert ez már nagyon hosszú volt, és nagyon elfáradtam szerintem a végére. Az Így neveld a vikingedet, így neveld a sárkányodat kiegészítő kötet, a Lepkebáb fiala Borcsától, a Lapátos fickó Holden Rose-tól, illetve még az Azonosított repülőtárgy, szintén Holden Rose, szintén Holden Rose-tól a Tükörvándor és a Csontváz óra. Ezek mind 4 csillagos könyvecskék voltak. És az utolsó könyv ebben a kategóriában a Könyvek szerelmesei. Majdnem 5 csillag lett, nagyon kicsi múlott neki, de az a kicsi az pont elég volt ahhoz, hogy ebbe a kategóriába kerüljön. Na, és a legnagyobb fizikai kupac, ami most nálam van, mert a legtöbb könyv, ami 5 csillagot kapott, az meg is van, és itt van nálam is, úgyhogy nézzük, hogy mik voltak azok a könyvek, amik idén 5 csillagot kaptak tőlem. Sok van ebből is. Kezdjük a Becky Chambers szekcióval, ugyanis itt van a Hosszú út egy kicsi és dühös bolygóhoz, amit én mindig csak kicsi dühös bolygóként, meg mindenki csak úgy emleget, mert ezt a címet egy élet kimondani. És szintén Becky Chambers-től az Psalm for the Wild Build, illetve a Prayer for the Crown Shy, amik ilyen kis regények, és nagyon-nagyon szerettem őket. Lorem Post második rész, félig meddig újraolvasás, mert ugye én webtoonon már előre elolvastam nagyon sokat belőle. A Fangirl manga második része, ugye nagyon szeretem a Fangirlt, nem meglepő, hogy itt van. Illetve a Wings of Fire sorozat 10. része, ez egy lezárókötet volt a Jade Mountain Academy, Jade Mountain Prophecy sorozatban. Ez az Darkness of Dragons, ez is 5 csillagot kapott. Ugye idén fejeztem be a Holdbéli Krónikák sorozatot is, úgyhogy nem meglepő módon, mivel nagyon szerettem, annak is itt vannak a kötetei, tehát itt van a Cress, itt van a Winter, illetve a novellás kiegészítő kötet, a Stars Above. Várom, mikor fog eldőlni, mert egy bazinai kupac van itt mellettem. Juli vagyok könyvmoly, ezt nagyon-nagyon szerettem. Aztán Csakrabortitól még a Bronzváros is itt van, meg a Részkirályság is, csak szegény Aranybirodalom maradt le egy icipicit, mondom, mert valószínűleg elfáradtam ott a végére. Itt van Nédi Okorafortól az Akataboszorkány is, természetesen 5 csillagot adtam Rick Riordantól a The Sun and the Star című Nico D'Angelo spin-off kötetnek, a csodálatosan cuki Norvakációja is 5 csillagos olvasás volt, és hát az utolsó, ami 5 csillagos könyv és a 45 könyvben benne volt, az Szabó Krisztinától az Ellopott kívánság. Hú, ezt egész gyorsan ledaráltam, büszke vagyok magamra. Ilyenkor nem szeretek túlzottan ugye melléjük magyarázni, mert valamit már évelején olvastam, és egyébként 45 könyvet, mire végigmondanék, irtózatosan hosszú lenne ez a videó. Nyilván mindegyikről beszélek az adott havi olvasás összegzőmben, amelyik hónapban olvastam, az ahhoz tartozó összegzőben nyilván, ugye. Akkor szó is van ezekről a könyvekről, valamelyik, van itt több olyan, amiről külön videó is készült, és akkor ez az az első 45 könyv, amit idén befejeztem, és így értékeltem őket ugye Goodreads-en, mert olyan lehet félcsillagokat is adni, és ott megadom nekik a félcsillagjaikat. Abszolút elégedett vagyok egyébként idáig idén, mert tényleg nagyon szerintem a legtöbb tudja, hogy 4 csillagos könyv lett, bár az 5 csillagos könyv kupacom a legnagyobb, de csak azért, mert az 5 csillagosok közül gyakorlatilag mindegyik, amit 5 csillagra értékeltem, meg is van. Nem igaz, mert a Psalm for the Wild Build-ek nincsenek meg. Na mindegy. Szóval én általában tényleg átlagosan mindig 4 csillagot adok könyveknek, tényleg az a 3 csillag még bebecsúszik, de az elmúlt 1-2 évben ilyen 1-2 csillagos olvasásom abszolút nem volt, amit nem sajnálok, mert van egy olyan probléma, hogy nem tudok felbehagyni könyveket, és ezért még, hogyha nagyon utálom is, végig szenvedem, úgyhogy nem probléma, hogy nem. Nincsenek ilyen szenvedős olvasásaim most igazából. Amit szenvedve olvasok, azt is csak azért olvasom szenvedve, mert nincs kedvem annyira olvasni mostanában. Úgyhogy én ennek tök örülök, hogy igazából ennyi, tényleg nagyon jó könyveket olvastam eddig idén. Az is volt a tervem, hogy olyan könyveket olvasok, amikhez kedvem van, és hogyha van hozzá kedvem, általában sokkal jobb élményt nyújtanak. Még akkor is, hogyha maguk könyvek nem feltétlen olyan jók, de ha kedvem van hozzá, akkor nyilván sokkal jobban élvezem. És hogyha sokkal jobban élvezem, akkor sokkal magasabbra is értékelem. Ez egy ilyen faktor, úgyhogy mivel
én ugye az alapján értékelem leginkább a könyveket, hogy mennyire élveztem őket olvasni. Én csak szórakozni szeretnék. Igen, úgyhogy így néz ki ideig, hogy hát így néz ki az idei Goodreads Reading Challenge teljesítésem, és hát nyilván ezen felül még olvasok könyveket, tehát már egyébként kettővel túlhaladtam a challenge-emen már, és nyilván még évvégéig egy pár könyvvel extrább lesz ez a teljesítés, csak nem szeretek túl magas számokat megadni magamnak, mert akkor az engem is stresszel, hogy úristen, meg kell lennie, mert összedől a világ, ha nem lesz meg Goodreads-en a Reading Challenge. És akkor mindig így, hogyha így tényleg nyár végére általában teljesíteni szoktam, és akkor így megnyugszom, hogy oké, innentől minden már csak extra olvasás az adott évi célkitűzésemen felül. Azóta nem szeretek túl nagy számokat megadni, mikor mióta valamelyik évben októberben sikerült csak teljesítenem az 50 könyves célkitűzésemet, mert abban az évben tényleg nagyon szenvedtem, úgyhogy inkább kevesebbet adott meg, és akkor nem tudom, dupla annyit olvasok esetleg, vagy másfélszer annyit. Ez nekem így kényelmesebb. Főleg most tényleg el fogok kezdeni dolgozni, nem tudom, mennyi időm lesz egyszerűen olvasni, mennyire leszek hulla, úgyhogy kiderül. Úgyhogy ez lett volna a 2023-as Goodreads Reading Challenge teljesítésem és kategorizálásom csillagozásonként. Ugye azokat a könyveket nyomattam most, amik az első 45 olvasásaim voltak az évben. Túlmagyaráztam, mindegy. Kommentben írjátok meg, hogy nektek hány könyv az volt, hány könyv az idei célkitűzés, hogy mennyit szeretnétek idén olvasni, mi az a minimum határ, amit el szeretnétek érni, és esetleg az, hogy ezzel a teljesítéssel úgymond idézőjelben hogy álltok. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!